Üdvözlök mindenkit, Skum! És bent vagyunk ugyebár a... Ez Novigrádnak hívják ezt a várost. És azt beszéltük, hogy körbe sétálnánk. Hát körbe nézzük. Azaz. Megvárjuk, hogy betöltsön normálisan. Oké. Okay. Na, úgyhogy... Hát még mindig nem teljesen normális, vagy igen? Na most lett jó. Itt vagyunk ugye egy épület tetején, és hát ez valami, hát ilyen medical center, hát nem is tudom, mit mondanánk erre, hogy STK, vagy nem tudom, ilyen járóbeteg gondozó, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hát kezdhetjük azzal is, hogy ide benézünk. Mert, hát nem tudom, lehet, hogy vannak itt gyógyszerek. Hát már, miért ne? Hát hol legyen, hanem itt. Ah, oké. Okay. Hát már hallottam valakit. Ja, ott a feje. Ott van, hát gyere! Na, jaj, jön a másik is. Jön a han. Ja, hogy ez meg most már viszont így nem jó, mert itt a horda. Na! Masszál, hülye gyerek! Hát ez jó volt, mert a béna. Na mindegy, nem is így kellett, le kellett volna verni, mint a vaka poharat. Na mindegy. Mindegy, hogyha már így sikerült, akkor így csináljuk, de nem így terveztem az igazsága, az egészet. Jól van, egy fejes, vagy nem tudom micsoda neked. És még most jön a többi. Hát az nem tudom, mit csinál. Itt is van valaki, vagy ez lent van? Hát én itt nem látok. Jó, hát mindjárt lemegyünk, csak... Lehet, hogy benn vannak az épületben amúgy. Amúgy lehet, hogy benn vannak az épületben. Hát az épületben biztos bent vannak. Uff. Ah, jön még arról is hang. Na jól van. Nézze meg így buta fejedet. Ott volt. Ott volt a buta fejed. Na jól van, menjünk lefele, mert... Menjünk lefele, nézzük meg őket. De ez nem jó így szórakozni velük egyébként, amikor így itt jönnek, mert hogy... Most is rossz helyre álltam oda, és... Jó. Ó, gyerekek, hát hol vagytok? Ja, itt vagytok. Na gyertek akkor ki az utcára. Nem jönnek ki. Ilyenkor bezzeg nem jön ki egy se. Mondjuk az nem baj, különben csak a kollégá, akkor megmaradjatok ott. Na, úgyis jó nekem, ha így maradtok. Ja, ott van még bent egy... Hát kizárt dolog, hogy ez így. Ó, de megy egy. Mit egy? Ez meg egy vitamin... Ja, hát ez csak egy kis... Ez csak egy kis vitaminos. Na. És ő üt meg először, de miért? Miért ilyen béna ez? Na, kicsit eszünk, felmegyek már enni egy kicsit. Felmegyünk enni szerintem, vagy... Ja, enni egy kicsit. Oké.
És akkor utána, hát nem tudom, ez a sebem, ez nem hiszem, vagy hát magamra tekerjek végül is, hát azért van, nem? Azért van, hogy magamra tekerjem. Hát mikor tekerjem magamra, ha nem olyankor, amikor, nem is tudom, vagy várjunk. Ja, de. Zúgy, az lent is van. Ez nem tudom, micsoda, de majd. Ja, hogy ez a hasika, ez a hasi-tasi, jó. Hasi-tasit is mindjárt ugye megoldjuk, és akkor körbenézünk. Hát ez nem tudom, mi ez egy toaster. Jó, hát ez valami. Az is lehet, hogy ez meg ilyen folyadék el. Eszünk mindenfélét, ilyen mixet eszünk, és akkor meg iszunk is rá. Aztán majd meglátjuk. Iszunk is rá még egyet. Állítólag ebből is, ami, hát most ebbe is karamell szóda. Szóval, hogy ezeket állítólag érdemesebb kiönteni belőle, és vizet beletölteni, hogyha ha lehetséges, mert akkor az jobban oltja a szomjat, mert hogy hát ugye ez a karamell szóda, ez nem is tudom, talán nem oltja annyira. Na itt van egy jármű, na nézzük, ennek van itt, hát eléggé ki van belezve, de mondjuk egy kereke van. Ennek van egy kereke, jegyesszük meg. Kis Lajka kutya Lajkácskának, oké, ide benézünk. Benézünk, hát ha van valami. Egy szappan, hát jó. Valám lehet beszélni, vigyünk szappant. Szemetesekbe is lehet gyógyszer. Nehezen hiszem, de lehet. Lehet, hogy lehet. Hát itt azért végül sok minden, sokféle lehet valami. Na hát például ez megint egy vitamin, az nem kell. Nem. Hát itt még nem jártam bent soha, úgyhogy azért is jöttünk be, hogy szétnézzünk, hogy mi újság. Mi újság itt, hát ha találunk valami jó dolgot. Még egy vitamin, és még egy painkiller. Na mondjuk az fájdalom. Nem tudom, úgy hallottam, mintha jönne valaki, de. Na de mindegy. De rendetlenek ezek. Gyűjtenek, borítanak. Hát ezek csak vécék itt. Szerintem mit lehet itt találni? Semmit. Ja, mondjuk itt ezt. És itt, vissza, ez az üveg, semmi. Általában ugye szokott lenni a üvegek. Ez itt, nem tudom, ez, ja, ez itt, ja nem, hát ez itt a pultos, ja jól van. Azt hittem, hogy itt semmi nincs. Van a tetején valami egy öngyújtó, hát nagy fogás. Ez itt. Már nem tudom ezért mennyit adott a trader, de jó, most elviszem, mert elfér. Nyuszi papucs. Zombi hangol? Hát ezt nem viszem el. Megint egy WC. Nem tudom ezeket a WC-ket, szerintem ott nincs semmi. Maximum itt. Ezek a helyek a jók.
Mondjuk még sok jó dolgot nem találtam. Megint van valami az asztalon. Ez már megint egy vitamin. Jó, hát végül is lehetne a tradernél venni. Nem tudom, mennyit ér. De semmi, itt nincs semmi. Mindig ezen körbe megyünk, aztán elmegyünk, körbe megyünk az egész városba, mert autót akarok igazából keresni, csak sose jártam itt bent, aztán most már, azt hiszem itt mentünk be, ugye? Akkor mindjárt körbeérünk. Ott van. Ja, ne. Nem, az, ez egy halott. Kellett itt magát nekem háttal, de nem vagyok olyan. Amúgy is lány vagyok. Már manapság ez meg már nem is akadály, de nekem igen. Én egy erkölcsös lány vagyok. Van mély a hangom, mint Kudlik Julinak. Ez nem kell, ez painkiller, az kell. Öltöző. Jó, ezek, ez volt. Jó, itt kelleti magát a néni. Hát erre nincs már semmi. Műtős ruha. Itt összeszedtünk mindent, igaz? Hát jó, ja, még ott az udvar, az még... Igen, mert... Na, várjátok. Ja, jó, oké. Hát akkor mindegy, hol megyek ki az udvarra, mert ez itt az udvar, az egy udvar. Akkor itt még megnézzük, hogy a szemét között van-e valami. Az kétlem, de... De végül is... Semmit nem találtam. Hát ne. De jó, hagyjuk ezt a szemét a játék. Érted? Micsoda? Tehát sok szemét volt az bent a házba. Ezeket mondjuk ezekben nem néztem bele. Van még egy pizsoma. Jó. Na tehát ott van egy autónk egy kerékkel. Oké. Okay. Látok, merre is induljunk. Lehet, hogy is kér. Vagy mindegy, merre indulunk. Úgyis be akarom az egészet járni, az egész várost. Benézhetünk ki egy élelmiszerboltba, és nem kifejezetten ezt szeretném, de persze soha nem tudhatom. Hogy van-e esetleg itt olyan dolog, ami nekem kell, de... Az a baj, hogy olyan csalódás az egész, mert nincs. De a szobrok mindenütt a frászt hozzák rám. Hát végig mindegy, elmegyünk erre, aztán majd nem tudom, vagy majd vissza. Hát én most ezeket az autókat nem akar, tehát én most direkt olyan autókat néznék, hogy hát ha látunk olyan autót, ami hát amit esetleg össze lehetne kalapálni. Rengeteg sok autó van, csak lehet felismerjek, ha szétnézünk. De ez nagyváros viszonylag, de én nem látok olyan autót. Ez az út, igen, ez visz már vissza a rendőrséghez. Hát oda is bemegyünk majd megint, mert hát miért nem mennénk be? Na jó. Hirtelen azt hittem, ott is egy garázs. Mondjuk biztos lesz még garázs, amúgy garázsokba is be kéne majd menni. Olyan, itt is egy garázs pont az orrom előtt. Ja, ott is van bent egy garázs. Na jó, menjünk sorba. Mi
Menjünk sorba, mik vannak. Ez egy motor eleje, ez mondjuk ezt elvisszük, mert nem tudhatjuk, hogy lesz-e. Most én gyufát, tényleg nem akarok már, bár ennyi erővel a nyuszi papucsot is el fogom hajítani, az lesz a következő. Ó, itt nem volt igazából, mondjuk ez a motor, ez jó, ezt nyitva hagyom, hogy úgy adódik. Hát jó. Haló, fiatalok! Ez, jó, oké. Mondjuk ezeket még lehetne. Hát ez azért végig is nem ad rossz pénzt, csak na mindegy. Jó, majd látjuk. Mondjuk, ha találunk járgányt, valószínűleg úgyis vissza kell menni a csónakhoz. És úgyis vissza kell, ezt nyitva hagyom, ezt is. Úgyis vissza kell menni, mert ott van benzin, ez az, szóval valószínűleg, hogy valószínűleg vissza kell menni, hogyha arról lesz szó. Hát ez is olyan terület, hogy rohadtul nem lehet belátni. Mondjuk ez itt egy építkezés, már itt is van. Hogy átugrott a kerítésen? A kis mocsok. A kis mocsok. Ahogy elnézem, itt vége van a falunak, illetve városnak. Jó, itt végig visszasétálunk. Hát oda lehet benézünk. Mármint, ha nem lesz itt senki, aki ezt meggátolja. Ez micsoda? Rubber glow. Jó, nem tudom, egy ilyet elteszek. És akkor amúgy más nincs. Fülelünk. Én vagyok az öreg fülemüle legkisebb unokája. Annyira fülelek, hogy nagyon. Ó! Oh! És benne a motor. És egy kerék, két kerék, három kerék. Az azt jelenti, hogy ott a Medical Centernél van egy, aminek van egy kereke. Azt a kereket kiszedjük, áthozzuk ide. Hát ebbe, hát nem tudom mik vannak, de én konkrétan az, nem, aksi nincsen, mert annak itt kéne legyen. Aksi nincs benne. Oké, okay, de motor van benne. Meg kerék is. Illetve hát egy kereket még hozzunk ide. Na várjunk, mert ülés? Hát mondjuk vezetőülés sincs, tehát ez egy kicsit probléma. Az egy kicsit probléma. Viszont nem kell sok. Ez egy olyan reményt keltő ez az autó. Visszamegyünk majd a csónakhoz. A csónakban van emelő. Meg a... Igen, kipakolunk. És akkor visszafele jövet elhozzuk onnan azt az egy kereket ide. És hát egy zombi. Ó, apám, te ezt véded? Ezt véded? Na most, hogy hány zombi van ott? Hopp, ez egy lövéses zombi volt. Szóval, ott tartottunk, hogy tehát akkor itt van egy. Szerintem ide visszatalálunk. Ide benézek. Azért.
ez mi? Soti lőszer. Hát ez már megint karbatteri kábel. Az nem tudom, hogy kell. Mondjuk jó, egy garlicot azért elteszem, mert hogy ha kellene, akkor elteszem. Hát most úgyis megyek vissza a csónakhoz, de ettől függetlenül körbe akarom járni a várost, csak konstrukciós gatya. Körbe akarom járni a várost, ettől függetlenül, csak megpróbálnánk akkor ezt elhozni ezeket, rászerelni. Hát most, vagy most egyből, vagy mindegy, hát megyünk, ahogy megyünk, aztán majd meglátjuk, csak látok, ez melyik kanyar is volt? Hát nem itt, szerintem nem itt, az is egy kis bolt itt. Hogy állunk itt? Nem, mert ez a, na meg szétnézünk itt, hogy ebbe az utcában van-e autó, de hát, mármint, hogy olyan autó nincs, amire kíváncsiak lettünk volna. Munícia, oda van írva, ez munícia bolt. Oda benézünk. Amíg nem sok helyen van már muníciát vinni. Na mindjárt megnézzük, hogy mennyire gondolták komolyan ezt a munícia boltot. Aha, hát eddig nem nagyon. Ez karbon nyilvessző, és azt én hogy vigyem el? Ja, így. De hogy vettél észre, te munkásőr? Ja, hogy ott van, ott is van egy másik munkásőr. Megpróbálom. Ne, rátöltötte az új nyílveszőnket. Hát mondjuk nem semmi. Jó kis nyílvessző. Azt töltötte be, a kis nyomorék. Na mindegy. Ki mondta neki, hogy azt töltse be, és azt töltötte be. Ott van a tegez. Tegez. Ja, szóval ott van a tegez, tele van nyílveszővel, de nem, ő kiveszi nekem a másikat. És van valami, ez, ja, ez egy kés. Ez ilyen dobókés, vagy... Basszus, hát hova tegyem ezt a kést? És ki jobb, mint ez a gumi? Vagy minél jobb? Nézzük meg, hogy minél, mi jobb, és minél jobb. Mondjuk, hogyha ezt én, ezt a kést mondjuk én ide be tudom tenni, be. Akkor ezt meg be tudom tenni ide. Ó, ez a nagy sakkozás itt. És akkor mit csináltam? Azt már átnéztem, akkor ezt is átnéztem. Hát egyelőre ez a munícia volt, ez úgy nem tudom mire való, mert hogy nem volt életem nagy lútja, tehát ezt meg már itt szerintem onnantól nem az. Ja, ezt a nagyot nem néztem még meg szerintem. Jó, hogy ez is három. Ez nem egy nagy, hanem három. Ezt viszont már néztem. Hát ennyi. Ennyi volt a nagy munícia.
Hát mondjuk nem tudom, hogy érdemes-e így tovább indulni, vagy lehet, hogy itt majd én szerintem abba az irányba még mindenféleképpen végig megyek, de most akkor legelőször én szerintem úgy, hogy megint itt vagyok a boltnál, vagy a Medical Centernél, nem is annyira akarok rohanni, mert aztán mondom én, kimelegedünk itt. Hol vagy? Korba nyomlak. Ez még lehet, hogy valamikor akkor, amikor hívták a hordát, ez még lehet, hogy ezek akkor maradtak itt. Mikor találkoztam egy csirkével. Bár, ha úgy nézzük, én is csak egy kis csirke vagyok itt ebbe a faluba. Na, ezt szerintem itt vissza bepakolunk, és akkor hol is van a csonesz erre? Itt is kéne, hogy legyen spawn pont szerintem. Autónak, de mondjuk mindegy, ezt is majd megnézzük, mert itt végig megyünk majd a parton, ameddig csak lehet. Ez kint van? Kint, jól van. Jaj. Ne izéljél, hogy beleessel, mert orba nyomlak. Na, dobáljuk bele gyorsan. És betesszük oda ezeket. Visszük innen el. Oké. Okay. Ja, ez marad. Az pont az egy, ami marad. Mi volt itt? Ja, ez a kés. Az megy. És akkor most ez meg ide visszajöhet. Hoppá. Mondom, visszajöhet. Oké, okay. Hát itt vannak ezek a vitaminok, de mindegy, most nem kell... az úgy nem lesz jó. Le akarja majd zárni nekem. Ez micsoda volt? Ja, egy grenád, ez oké, okay. Hát egy csomó minden lett itt menet közben. Igen, volt itt egy painkillerünk, a bunny slipper. És akkor ezt a zárat meg így tesszük ide be, és akkor... Na így állunk, és akkor hogy állunk? Ja, várj, a lényeget meg nem vettem ki. Hol van a... Itt volt egy ez, ezt kivesszük. Hát mindegy, már hogy fordítjuk, csak hogy... Oké, okay, most mindegy, fejjel lefele van szerintem. Na akkor úgy állunk, hogy azt kivettem, és mit akarok? Ja, hogy visszafele megyünk, megpróbálom azt a kereket onnan kiszedni. És akkor rátenni arra az autóra, hát ezt próbáljuk meg. Egy aksi hiányzik, úgy plusz aksim nincsen. Plusz aksi nincsen, de hát ha, hogyha már azt félig elkezdem csinálni, hát ha akkor megtartja, és akkor hát mindegy, hogyha veszek a trédernél egy aksit, vagy nem tudom, mert érdekes, hogy így... Ajaj, itt vannak egy páran. Az előbb még nem voltatok itt, anyátok minden itt már, hogy szórakoztok velem, hogy nem tud felmászni. És leugrik, nem normális, esküszöm. Ez ki ez a nő? Olcsón adom, feleségnek, feleségtípus. Ugyan nem tudom miért, de... Na... Oké. Okay. Na jó, azt meg ott még lekaszaboljuk. Na már, hát egy kicsit tempósabban, kislányom. Kell a pont, 103-os vagyok. Látlak a fa mögött, az anyád minden itt, hogy hol vagy már. Az előbb itt futottam el, nem volt még itt. De ennyi erővel, hogy én eltávolodtam, ide simán visszajöhetnek már ezek. Ezekből kinézem. Na az egy kereket, nem tudom, hogy ez elfér majd a hátizsákomba. Vagy kézbe kell vinni, az mókás lesz, mert az... Na, mindegy.
És akkor álljunk már, hogy kéne ezt csinálni? Nem, sose csináltam ilyet. Nézzük meg. Kézbe kell, hogy ez legyen, vagy hogy kellene? Szervíz. Aha, oké, így jó. Szervíz. És akkor F, remove. Remove kerék. Ezt a kereket, és be tudom tenni. Oh man, az így nagyon jó. Na várjunk, és akkor ebben nincs, ja, aksi, az persze nincs. Oké, és end servicesz. Jó. Oké, eddig nagyon jók vagyunk. Akkor van nálunk egy kerék. Bocsánatot, kerék, hogy kivettem. Ugye, mert nincs benne aksi, hát az meg főleg nincs. Na nem baj, hát aksit azt még, hát ilyen roncsautókból is, hát találhatnék, ha találhatnék, de nem szoktam. Viszünk egy kereket. És akkor ki lesz a négy kereke. Aztán, ó, tudjátok, hát benzint, azt hozhattam volna, azt se hoztam. Mondjuk lehet, hogy mindegy, mert aksi nélkül amúgy sem egy, de legalább kereke lesz. Azt nem tudom. Közben fülelek. Szóval azt nem tudom, hogy vajon az hogy megy. Ja, ott sétálnak fent. Hát ez egy ilyen hely, hogy ott... Hát lehet. Lehet, hogy ott mindig vannak. Lehet, hogy ez ilyen hely, hogy ott mindig vannak. Ez az. Már megyek is onnan. Nehogy hívjam valakit. Nehogy hívja az erősítést. Hát a domboldalt azt nézni kell, mert ezek nem is a város felől támadnak, hanem a domboldal felől. Hát nagyon mókás. Szóval kellene egy aksi, ami aztán remélem, mindegy, eddig nem olyan nagy gáz, hogyha én beleteszem. Hol volt az autó? Arrébb még? Lehet, hogy arrébb. Vagy már nincs itt. De mert ott van még az a műhely, akkor az még itt lesz. Hogy ugrik, mint a nyúl! Ezek úgy futnak, mint a nyúlak. Ja, itt van, megvan. Körbenézünk. Téjjel nézett szegény száját el, tehát ott a csodálkozott, nagyon rászalt a gólya. Na, nézzük, hogy akkor azt mondjuk, hogy mi nem akarom remove-olni. Hello. Várjunk már. Akkor most azt ennek csak a kezembe kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez itt emelni. Várjunk már. Vagy ahhoz nem is kell megemelni, hogy én... De kell. És akkor ez micsoda? Nem. Ezt is megint a kezembe kell, hogy legyen, tuti. Várjunk. Install like a wheel. Ó, oh, na és akkor most end service. Oké. Okay. Hát... Új vállalkozást nyitok, mondjuk kell rá egy, ja, hát amúgy se tudnám elvinni egyébként jelenleg, mert hogy jelenleg nincsen ülés, tehát egy balelső ülés is, hát azt meg sem néztem, hogy a másik autóban volt, de most már tudjuk, tehát balelső ülés is kell, meg üzemanyag, várjunk, itt minek a helye van, itt is tuti van valaminek a helye, itt. Ott is van valaminek a helye, 100%. De már úgy félkész, tehát már lehet mondani rá, hogy ebből már még lehet is valami. Jó, majd meglátjuk. Ezt megcsináltam, nem tudom, meddig marad itt ez az autó, de most ezt látjuk, hogy kerék már nem kell. Bal első ülés kell,
Hát majd üzemanyag, aksi, meg oda, nem tudom mi. Megnézzük, hogy mi kell oda. Csak ahhoz, hogy én meg szomjas vagyok, basszus. Igyunk még. Iszunk hármat. Na, ittunk hármat. Mondjuk ennem is kéne, hogy elnézem magam, akkor eszünk is egyet. Nehogy azon múljon. Valami elvont a folyadékot. Ezt megnézzük már még, hogy oda, mert ott valószínűleg fogja mutatni, hogy oda mi kell. Nézzük, hogyha így, szervíz. Megnézzük, hogy ott, hogy nem mutat semmit. Ha mutatná, hogy a csomagtartó, ajtó, ugye, csak nincsen. Hát a motoráztető is nyilván. Itt semmi. Ott aksi, igen. Hát én itt olyan ürességet látok, mint hogyha semmi nem lenne. Hát én itt semmit nem látok. Lehet, hogy nem kell oda semmi. Nyilván ajtók, igen, tehát ezek, de azt hagyjuk. Jó. Azt mondom, hogy legyen end service, és akkor... Jó, hát majd meglátjuk. Nem tudom, hogy oda kell-e valami. Mindegy, körbenézünk még itt a faluba. És elmegyünk még amarra. Hát te hogy kerülsz ide? Hogy lehet így kinézni? Ez is egy kis bolt. Hát nem is tudom, benézzük. Nézzünk be. Hoppá! Ja. Az ember mindig jobbra számít. Hát egy, nem tudom, az mire kell? Hát már jó, hát gondolom, mert ugye egy kis... hát egy kis... Jó, sütni lehet benne valamit, de nem tudom igazából, hogy... tehát nem sütögettem még most... Nem, még tüzet se gyújtottam, hogy bár, mert ugyanis az a helyzet, hogy állatot se láttam, vagy na jó, egy csirkét láttam legutóbb, de azt meg nem akartam már kinyírni szegényt, az egyetlen egy csirkét, egyetlen egy haverom van már csak itt, aki nem akar még engem megölni, azt most én öljem meg szegényt, azt egyedül maradok itt, na mindegy, nem akartam már tényleg. Ott van egy narancssárga, az is egy ember ott, már mint hogy egy zombi, hát ja, franc lenne. Persze, hogy az. Nem kötelező nekem mindenkit megölni, főleg, hogyha olyan messze van. Most én rohangáljak utána? Hát rohangáljon utána a tehén. Na, menjünk errefele. Odáig is fel kéne menjünk. Azt onnan fentről lehet, hogy jól be lehet látni a várost. Mindegy, megnézzük. Ez egy jó kis templom amúgy. Nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy érdemes-e bemenni egy templomba. Nem tudom, hogy sok járműalkatrész lehet-e bent, vagy valami. Onnan már fentről jobban körbe tudunk nézni, úgyhogy... Hoppá, ez nem jó sikerül. Az. Na nézzünk innen valahogy, betávcsövezzük a világot. Na nézzük. Kezdjük ott, mert ez is a város széle már, mert ott megy ki. Hát semmi. Értem, azt hittem garázs, de még az se. Tehát semmi sikerélményünk nincs, még garázs sincs. Vajunk, hol tartunk? Jaj, én meg leugrottam. Ez ügyes volt. Ezt a mindenit, ne legyen már akkor... Hát öcsém, ezt nem hiszem el. Hát eddig fent voltunk már... Kisanyám, hát itt voltunk már fent. Ne szórakozzál már, hogy... Leugrálsz. Hát az igazság, hogy semmi olyat nem látok, ami
ami jó lenne. Ez itt is egy nagy halom szemét. Jó, hát ha nincs, akkor megyünk tovább, hát ha majd szabad szemmel látunk valamit, akkor ezt vissza. Hát igen, ez már itt a város széle, úgyhogy arra nem is nagyon akarnék menni. És amúgy tényleg vannak, tele van ilyen érdekes szobrokkal. Horvátországi, vannak ilyen érdekes. Vannak olyanok, hogy igen, fényes a lába, vagy a keze, vagy valami, mert hogy hát ugye azt mondják róla, hogy hozzá kell érjél, és akkor hát persze mindenki, aki arra járt, úristen, mindenki hozzáér, és ugye az egész ilyen, de a keze az csupa fényes, mert mindenki hozzáér, mert az nem tudom, mekkora szerencsét okoz. Hát, még ide is elnézünk. Ó, itt egy moci. Moci. Ennek meg a hátsó kereke hiányzik. Mondjuk ezt, ja, és az odavaló pont az elejére, az, ami ott van a, most raktam ki a csónakba. Viszont most nem tudok rátenni szerintem semmit. Ebbe, hát ebben nem tudom, hogy kell-e akkumulátor, mert hogy a fene se tudja. Viszont ennek kell egy hátsó kerék. Na nem baj, tudjuk, hogy itt van fent a dombon, itt fent, ide egy hátsó kereket hozunk. Ezt valószínűleg könnyebb lesz beröffenteni, mint az autót, csak mondjuk az autónak sokkal jobb lesz a hordozó kapacitása, tehát mondjuk az mondjuk sok. Ez a motor ez egész egybe van, tehát ahhoz képest, ami ott van mi nálunk a mi városunkban, tehát ez ahhoz képest, ez már egy majdnem kész moci, hogy hozni kell bele egy kereket. Mindegy, felvonadva a lecke, hogy miben mit hozunk, mert hogy itt ugye van most már a lajkánk, a Lada Nivánk, meg ugye bár van most ez a moci. De valami majd lesz. Hát itt semmi. Majd még a rendőrségre is bemegyünk, meg el kéne menni odáig gyalog, és akkor itt alul meg visszamegyünk arra. Nem akarok gyorsabban futni, mert hogy ha meg futni kellene, akkor legyen tüdőbeteg szegény, hogy nem tud futni. Mert ez is egy, még akár, nagyon sok, ó, ott egy golf. Hát mondjuk egy elég rozzant állapotú, de hát igen, és ez ki van belezve rendesen. Mondjuk, hát ennek is egy kerék hiányzik, de hiányzik komplett motor, meg hát ez nagyon, nagyon gatya, még nem csak, hogy tehát ülés, hát ez minden hiányzik ebből, Jézusom. Hát minden esetre, ja, hát ahol sok autó van, ott lehet, mint ahogy van is, csak éppen elég rossz állapotú. Ezt nem tudom, ez amúgy mi? Ez olyan, hogy rá lehetne kötni, elképzelhető, hogy rá lehet kötni autóra, és akkor csónakot el tudom vele vinni? Azt elképzelhetőnek tartom, hogy, mert ez nagyon, nagyon túl életű, tehát nem olyan, mint ahogy le vannak ezek ide téve, hanem ezt el tudom képzelni, hogy ezt rá tudnám. Van vonóhorog ezeken? Ja, itt is van egy. Ja, ez például rá is van. Nem tudom. El tudom képzelni. Mondjuk ezen mondjuk nincs vonóhorog, de nem tudom. Hát ötletetek van? Tényleg lehet ilyet? Mert én még soha nem láttam ilyet a játékban, valaki húzott volna egy motorcsónakot magával, de úgy el tudnám képzelni. Hát itt szerintem nem megyek, mert ott szoktam
bejönni, és hogyha esetleg van is, létezik esetleg valamilyen csónak spawn pont, mondjuk engem akkor se érdekel, mert csónakom már van. Viszont viszont nagyon érdekes dolog, hogy hát hogyha én akkor legelső nap azt a csónakot nem találom meg, szerintem, hát én azóta se láttam csónakot így spawnolva, tehát eskü nem láttam. Tehát én azóta is szerintem még gyalog futnék itt, mert hogy nem láttam azóta se csónakot. Szervereken meg így dobálja a csónakokat, így láttam, hogy ott például melegen van. Hát az most mit csináljak? Gondolkoztam, ígyunk, nem így, nem iszunk, nem érde. Jó, most be akarok menni a rendőrségre egyébként. Várjunk, menjek a parton, vagy menjek beljebb? Hát, nem tudom, itt szerintem nem. Menjünk egyel beljebb. Ja, itt inkább van utca, tehát az utcákban ez egy suli. Ah, itt is van. Hello. Ilyen együttéses gyerek volt. Ez egy suli, és akkor ott volt bent a torna, mi a fene, ilyen dühöngő, vagy mi ez, sportpálya, hogy ott lent lehetne, hát oda lehet, hogy csak amiatt tudja a fene, de már szerintem mindjárt itt vagyok, ja igen, hogy ez a szálloda, és a szálloda mögött, mindegy, ide csak azért benézek már, hogy van-e valami, ami... Motoros maszk, hát. Az olyan, hogy ezt a szivart, ami a számban van, szerintem ezt előbb-utóbb majd, ha nem felejtem el, akkor ezt kidobom. Ó, most jut eszembe, hogy nem is tudok bemenni még a rendőrségre, mert a... Vagy várjátok? Hát... Nem tudok bemenni. Hát, hogy csináltam? Nem, legutóbb én kinyitottam az összeset. Akkor be tudok menni, mert akkor most nem kell. Ja, most nem kell, mert hogy akkor azok úgy maradtak elvileg. Vedd már le a kezed van, nem kell legugolni, csak a kezedet. Akkor mégiscsak lehet, hogy be tudok menni. Azért szétnézünk itt a szállodánál, lehet, hogy... Van esetleg jármű. Itt mindig csak elszaladtam, de nem... Úgy nem néztem meg. Ott van egy... valaki. Most menjek arra, mindegy, hát mehetünk arra is csak. Bár itt szoktam elmenni, hát erre... Na mindegy, menjünk arra. Mindent ezekért a fénypontokért. Na, igen, jó. Most viszont lehet, hogy szólt a többieknek, vagy nem. Vagy lehet, hogy nem. Ez nem olyan kiáltás volt. Ez nem olyan volt. Jó, hát úgy nagyjából, mondjuk, jó, még addig elmegyek a sarokig vissza. Mert azt hiszem, hogy ebbe... Tehát, hogy ülés se volt már, hát, mert az miért lenne. Balási ülés az rettentő kapós ebben a játékban, mert még véletlenül se tesznek az autókba. De majd megnézzük otthon is, vagy én nem tudom, mert hát eddig annyira nem figyeltem, hogy eddig itt nincsen itt semmi. Nem nagyon figyeltem, mert mindig azt néztem, hogy motor sincs benne, de azt mondja, hogy nem jegyeztem meg, hogy hát, ha valamelyikben van ülés, mert akkor most legalább tudjuk, hogy mi kell. Meg hát esetleg, ha azt megmondjátok, hogy ott az a, nekem olyan érdekes, olyan hiányzó rész volt ott a motorháztető alatt, ott az egyik, tehát a szemből nézzük, akkor jobb oldalán, és nem tudom, hogy esetleg oda kell-e még valami bele. Na nézzük, hát én most egy gyertyát tuti nem viszem el.
és közben meg 50-50 le vagyok gatyásodva. Metal Arrow. Mondjuk most már adhatna nekem egy... Adhatna már nekem egy jobb íjat, mert ezt még ugye én csináltam így első naposan, de... Ebar Cutter, na ez viszont jó pénzért eladjuk majd. Ez kell. A múltkor mit kerestem ezeket a csavarúzókat? Most bezzek, hogy nem kell, most hát természetesen adja, hát nem. Normális, ezt így kell csinálni. Nézzük, ez minek az ajtaja, ezt mondjuk... Ja, nem bírom elvinni. Na, itt van még egy csavarúzó. Nem, ezt az ajtót gondoltam, hogy ezt el lehet vinni, eladni. Na, majd meglátjuk még, hogy bemegyek is a rendőrségre, megnézzük, aztán ha úgy leszek, hogy... Várjunk csak, ezt... Mekkora ez a valami, ezt ide teszem. Nézzük ezt az ajtót, most kíváncsi vagyok, hogy így. Nem, hát ez így, ez óriás, ez kézbe kell vinni ezt az ajtót, őrület. Jó. Kipróbálom, tehát kézbe csak lehet vinni, nem? Tehát hol a francba vinni az ember, ha nem kézbe? Hát dehogy nem, hát kézbe kell vinni. Jó. Jó, hát majd meglátjuk, hogy... Majd még azt meglátjuk, hogy visszük a kézbe, vagy nem. Attól függ, hogy miket találunk, még benézünk. Benézünk ide is alulra, meg aztán benézünk oda is. Na itt is mik vannak? Egy kesztyű, eladjuk. Cotton shirt. Jó. Még egy. Na, múltkor adott volna. De nem, a múltkor nem adott. Minden tele van vele. Most minden tele van csavarhúzóval. Hát persze. Ez, itt, ez is még egy ragasztó. Nem tudom, mihez kell a ragasztó, de gyűjtjük rendületlenül. Ja, az ott egy csavar. Megnézzük, hogy... Na, nem tudok. Itt legőször... Ennem kellett volna, de hát most már mindegy, menjünk be. Az honnan jön? Kint vannak az utcán, vagy? Hát ezt nem tudjuk. Jó, hát itt van. Hát itt vagy. Ó, oh, hát vagytok egy párra. Az így nem jó, mert sokan vannak. Már kaptam szerintem. Menjünk innen. Menjünk innen, mert nem vagyunk túl jól. Ez az. Na most gyertek, akkor gyere fel! Ne oda, és bemászik az ablakon. Jó, hát nem baj, nekem is egy kicsit nyalogatnom kell a sebeimet most. Ide egy buták vagy, ide nem tud feljönni egy se. Aztán futják itt a köröket. Bemegy az ablakon, kijön. Itt mennek, futnak köröket. Az igen. Hát ez nagyon mókás. És itt átbugolnak a falon, aztán jönnek ki. Hát ez nagyon érdekes, ahogy ezt csinálják. Hát jól van, gyerekek. Addig én meg iszom egy jót. Na jó. Na nézzük, most meg megálltok ott. Ez igen. Elég furán csináljátok. Na most hívtátok a többieket.
Ami most jönnek a többiek, már most hívták őket. Szuper. Nem tudom, valaki feljön ide? Nem tudnak feljönni. Hát ez nagyon mókás. Ügyesen csináljátok, nem mondom. Az igen. Nincs könnyű dolgom. Könnyű dolgom van, de mégse. Eztek nagyon hülyék, komolyan mondom. Várjátok, nézzük. Hát ez így nem jó. Ez valami, nem tudom őket eltalálni. Annyira azért nem jó. Na most megálltatok ott. Hát most kell megállni, amikor lőnék? Jó van, nézzük. Nézzünk valami mást, mert ez így nem lesz jó. Ez egy nagyon jó pofá. Jó lenne, hogyha felmásznál, mert meghalsz. Ó, öcsém, de nagy béna. Ó, de nagy béna vagy most meg. Jó van, üssél meg. Majd az épületbe találkozunk. Ó, gyerekek. Az élete múlik rajta, de nem, nem. Nem, véletlenül se. Most ott mit csinálnak, hogy még... Hogy még most milyen rohangálás, jó? Remélem, hogy ide találtok azért. Szeretném azt hinni, hogy ide találtok. Hát pedig nem. Hát ezek nem. Egyelőre nincs itt senki, de megvárjuk. Jön az első versenyző! Bang! Jön a másik! Miért álltál meg? Nem kell megállni, hogyha agyon akarlak ütni. Ne állj meg! Ne állj meg soha már! Ha elindultál... Ketten vagytok? Az nem jó hír. Hát ez így nem jó. Az nem jártak mindeni. Úgy már sokkal jobb, hogyha... Az igen, az én is kaptam. Meg elfáradtam. Elfáradt. Ez is lehet, hogy amúgy jön valaki. Na, csináljuk úgy, hogy feljövök, megnézem már itt a sebeimet, hogy hogy állunk. C1-esek, de azért ugye megnézzük, hogy tekerek már magamra, mert ne az legyen, hogy itt... Azért itt már volt csata... Ó, hát itt meg is sérült a táskám. Azt hátba vertek biztos. Na, majd ezt megvarrom, az nem érdekes. Ez hogy van itt? Mondjuk varró készlet az nincs nálam, de úgyis majd... Jó. Valamit ide tettem be, ja itt van. Ezt viszont akkor megcsinálom ilyen kötöző cuci-bucinak, mert hogy... Hogy volt ez? Disinfect, ja. Jó. Most már meg vagyunk. Ez mindjárt lemegy innen. Ez nem tudom micsoda. Ja, hogy üres a hasam. Hát még a has... Ugye? Jól mondom? De hát persze. Hasi-tasi, üres a hasi. Akkor eszünk egyet. Elfárad. Ja, el is fogyott. Ha iszunk rá, az lehet, hogy jót tesz. Szóval, mint hogyha a hajóba lenne, a csónakba. Szerintem ott van... mi történt? Hogy még éhes vagyok még mindig, hát jól van, na hát most. És mit tudok tenni? Taktikál veszt, hát az kemény.
Ezt azon jócskán kell javítani, hogy abból legyen valami. Na gyerekek, hát azt megnézzük, hogy ez például milyen állapotban van. Hát, elég rosszból, rossz állapotban, de... Nézzünk egy kis peace-t. Peace, peace, peace. Hát az nincs. Ez egy... Lava? Van valami bent, várjunk. Ja, ez jó. És itt van bent egy tomato izé. Eláti. Nem baj, ez nagyon jó lesz. Ez nem tudom, mi ez a paradicsom valami, de hogy kinyitottam, az biztos. Új. Itt hörög mellettem. Bal oldalt az utcára. Ott van, ott. Megnézzük, hogy mit tudok csinálni. Hoppa, ez mellé ment. Hát ez meg most elment. Hát ez sem tudom, bejön-e. Meglátjuk. Hát nem, ez itt idegeskedik a falnál. Aha, itt rohangál. Nem baj, majd... Majd megyek én. Okay, bocsánat. Bocsánat, figyeltem, vigyáztam, oké. Okay. Jó, hát igen, ez egy kicsit legatyás. Hamar itt voltam úgy. Épp, hogy kinyitottam, már itt is volt. Az a baj, hogy ezek a részekre már nem tudok tenni majd semmit, tehát... Oké, okay, de hát nem baj, csak... Annyira baj, hogy nem olyan nagyon, de egy kicsit... Villanás alatt itt volt. Hát ez jó, mindegy, elviszem. Bár van rengeteg. Ez military helmet. Gondoltam, hogy mivel lehet jó megtölteni hátizsákot? Egy jó kis military helmet. Az igen, az jó meg... Az jó megtömi. Ja, hogy ez az ajtó. Persze, ezt nyitva felejtettem. Valami azt. Ott is van egy tárja, meg egy pisztoly. Wow! Na most jönnek azok a dolgok, hogy akkor itt valamitől megszabadulunk, és valamiket megviszünk. Na nézzük, hát ezt a pisztoly nem, akkor... Nézzük úgy, hogy mondjuk itt van egy nadrágunk, azt valahogy ide beforgatjuk egyszer. Ezt nem tudom, ezt letesszük ide. Ez a pisztoly így most befér ide. Egy pár megint ide. És ez pedig egy kis lőszer. Hát pont éppen, hogy befértünk, mert hogy... Mondom, éppen, hogy befértünk erre, találok még egy military helmetet, meg egy gázmaszkot. Na ennyit arról, hogy éppen pont befértünk. Úgyhogy, na most van az, hogy kezdjünk el selejtezni dolgokat, mert ez így nem lesz jó. Már most én jöjjek vissza ilyen maraságok miatt, szerintem nem akarok visszajönni. Nem akarok visszajönni, de akkor viszont valamit meg kéne itt...
Ugye azt hiszem, ez ide nem megy be, nem. Jó, akkor onnan viszont levettem. Nadrág, akkor egy ilyet, ezt ugye megpróbáljuk betenni. Megpróbáljuk beforgatni. Nem tud Hát forogjál már. De miért nem akar forogni? Mindjárt nem teszem el aztán. Hát komolyan, akkor nem teszem el, de ezt miért csinálja, hogy nem akar? Hát ez nem akar. Jó, oké, akkor azt kiixeltük. Akkor ezeket a ilyen apróságokat teszek ide. És ugye megnézzük, hogy most mit sikerül még ide. Mit sikerül még ide tenni, ami, nézzük ezt a, hát ez a sisak ide nem fér, ez nagyon nem jó így. Az eladások szerint jó lenne, ez se fér ide, mert hogy ez is túl nagy. Na nézzük, ez a taktika, ez nem valószínű, hogy sokat ér, én szerintem, mondom, taktikával, ez nem sokat ér, ezt leteszem. Jó, és itt próbáljunk itt, ajaj. Ez itt kár, hogy megsérült, mert ugye én most oda nem tudok már tenni semmit, sajnos. Tegyünk ezt ide le. Ilyen, most ilyen, nem tudom milyen játékot játszunk, de ilyen Kinevet a végén nevű játék, hogy sikerül bepakolni, ezt még kézbe el kéne valahogy vinni, vagy kipakolok. De én gondolom, ez egy jó militári helmet, azt csak nem kéne itt hagyni. Hát, igen, az a kérdés, hogy tényleg miért, mennyit adnak? Mert azt is lehet csinálni, csak akkor viszont, hogy is lesz, ez a militári, azt nem tudom vinni a kezembe. Akkor mit tudok vinni a kezembe? Mondjuk ezt se tudom vinni a kezembe. Ne idegeskedjél már, komám. Ezt lerakom, ugye megnézzük, hogy tudok-e ez ide még, de befért ide. Az igen. Jó. Melyiket vigyem el a kettő közül? Hát mindegy. Ja, sőt, hát akkor már mégis, ja, ez is befért. Hát most már akkor így egész jól leszünk. Most már csak az a kérdés, ha találkozunk egy zombival, akkor mit mondunk neki? Ezek már akkor ki van minden. Na, az a kérdés, hogy találkozunk egy zombival, annak mit mondunk, hogy nyomás utánunk, vagy mi lesz már, hogy így. Jó, hát így nagyjából jól vagyunk, csak... De csak úgy nagyjából. Nem jön senki utánunk, az addig jó. Oké. Ne! Hát Jézusom, a frászt hozza rám, de komolyan, hogy mindjárt beesünk. Ez milyen pisztolyok? Ezek meg se néztem. Oké. Okay. Kedve. Nem tudom, hogy van-e nálunk valamilyen varró készlet. Hát azt nem tudom, de valahonnan majd szerválni kéne. Egész biztosan. Hát jó, ezeket is bedobálom ide, ez eddig nagyon jó. Ott a sört, ez is, jó, ez... Hát lehet, hogy most már akkor ez is bedobható, mert mégis akkor nem kell. Akkor itt van egy kis lőszer, ami itt van egy nadrág. Jó, én szerintem így oké van. Ezt a várost, hát lehet, hogy abban a végében nem voltunk mindenhol, de nagyjából azért megnéztük, és most már tudjuk, hogy mi az, ami kellni fog. Úgyhogy
Jó. Hát most már tudjuk, mi az, ami kelleni fog. Motorhoz is, meg az autóhoz is. Jó, hát innen folytatjuk majd legközelebb, és hát most egy csomó dolog van, lehet, hogy innen visszapirítunk majd a traderhez eladni, hát ha esetleg találunk, hát de nem tudom, hogy engede akkumulátort venni, de jó, majd meglátjuk. Hát most már szabadabban fogunk tudni mozogni, mert ugye most itt vagyunk, tehát innen elmegyünk akkor a traderhez, hogyha más nem, akkor bejövünk ide a vár, hogy itt van a motoros, akkor hát kell egy hátsó kerék a motorhoz. Akkor lehet, hogy azt is, de akkor megnézzük a saját autónkat is már, mint amik itt vannak, itt is van, vagy itt van egy, akkor itt a benzinkután is van egy, és nem tudom, hogy azokban például mik vannak, hogy van-e ülés, mert az egy ülés nagyon kéne bele, mert anélkül semmi nincs, meg egy akkumulátor, szerintem hát benzin van, többi dolog meg, jó, hát majd összejön. Jól van, hát ennyi, majd legközelebb folytatjuk, mindenkinek szép napot, sziasztok!